Ilyen volt korábban, és ilyen képet mutat most a Piac utca látványa. Néhány hete korszerűbb és biztonságosabb a közlekedés a község ezen szakaszán, ugyanis a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium közös pályázatának köszönhetően 615 méter hosszan, csaknem 26 millió forint értékben történt aszfaltozás településünkön. A járványveszély miatt képviselőtestület nem tudott ülésezni, de e-mailen tartottuk a kapcsolatot, és minden képviselővel egyeztetve benyújtottuk a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által közösen kiírt pályázatot. 20 millió forintra pályázhattunk útburkolat felújítására, és néztük, hogy melyik utcánk az, amin van már útburkolat, és azt tudjuk úgymond feljavítani. Ez a Piac utca, ez ilyen utca volt, 615 méter hosszú, és 20 millió forintra tudtunk pályázni, de ugye ez kell önerő, és önkormányzatunk 5,8 millió forinttal kiegészítette, tehát közel 26 millió forintból valósult meg ez a beruházásunk. De én úgy gondolom, hogy az itt lakóknak, a környéken lakóknak, akik ugye ezen az úton járnak, nagy segítség lett, hiszen most már tényleg szépen lehet rajta közlekedni. Egy hónapig tartottak ezek a munkálatok, hiszen az időjárás sajnos közbeszólt több alkalommal, hiszen ezt száraz jó időben lehet készíteni, de hál' Istennek elkészült, és a műszaki átadás is megtörtént. Az önkormányzat minden alkalommal megvizsgálja az adott területet, útszakaszt, és kialakít egy fejlesztési koncepciót. A tavalyi esztendőben a Mozi utcát aszfaltozták le, idén a Piac utcára került szilárd útburkolat, 2022-ben pedig az új utca következik, jelentősen tehermentesítve ezzel a fő utca forgalmát. Én úgy gondolom, hogy az itt élők nagyon örültek neki, sokan meg is köszönték ennek a lehetőségét, hogy ez az utca sikerült megvalósítani. Ez egy nagyon kátyús utca volt, hiszen az itt lakók több alkalommal, többször volt saját erőből útalapkészítés. A szennyvíz beruházással azért nagy mértékben romlott ez az önerős útnak a minősége, de úgy gondolom, hogy ezzel, hogy szilárd burkolattal lett teljes egészében lezárva ez a 615 méter, ez óriási nagy segítség az itt élőknek és a környező utcákban élőknek. A település megfelelő és biztonságos, jó minőségű úthálózatának kialakításához a község vezetésének minden igyekezete ellenére sem elegendőek az önerős beruházások, éppen ezért több pályázati lehetőséget is megragadnak földes útjainak korszerűsítésére. Felújításra kerülhet többek között a Dózsa-György utca hiányzó szakasza, a Sport utca, valamint a Kossuth utca útburkolata is, tudtuk meg. Most van benn egy belügyminisztérium, pénzügyminisztérium által kiírt pályázatunk, amely a Dózsa-György utcának a hiányzó szakasza, és akkor az bízunk benne, hogy pozitív elbírálást nyer, akkor a Dózsa-György utca is teljes egészében a fő utcától a Tetétleni állami útig összekötve lesz, aztán bent van egy a Sport utcának egy kis része, ami szintén, hogyha meg lesz, akkor a Sport utca teljes egészében járható, az nem aszfaltos, hanem szórt alappal rendelkező. Önkormányzatunk a Kossuth utcát adta be még aszfaltozásra a Magyar Falu programban, az egy közel 20 millió forint összegben, a Rákóczi utcától a Jókai utcáig, az is egy minőségi javulást lenne, és még egy nagyon fontos dolog, hogy szórtalapokat készít az önkormányzat támogató segítségével, méghozzá a Kisfaludi utca, a Kalapács utca és a Vörösmarty utcát. Úgy gondolom, hogy ezek is nagy segítségek lesznek az ott élőknek és az ott közlekedők számára. A polgármesteri hivatal úgy tájékoztatott, a Piac utca műszaki átadás átvételi eljárása a napokban sikeresen lezárult.